Sziasztok, ez itt egy remek Volvo EX30, hátsó kerékhajtás, nagy aksi, 64 kWh. A mai feladatunk kettős. Egyik feladat, elindulunk az M3-as autópályán keleti irányba, a töltős sivatagba, a rémes vidékre, ahol mondjuk autózzunk 100 km-t, és megérkezünk a gelei pihenőbe, ahol a teaponton föl fogjuk tölteni. 110-zel megyünk oda, megnézzük mennyit fogyaszt, 130-al jövünk vissza, megnézzük mennyit fogyaszt, de ott a gelei pihenőben elkapjuk a teapontos srácokat, és megkérdezzük tőlük, hogy vajon Kelet-Magyarországon hogy áll az elektromos autótöltés, van-e náluk hálózatbővítés, szóval gondolkoznak-e abban, hogy elektromos autósok Magyarország keleti részén fognak kirándulni, megautózni. Csapjunk is bele! Tempomat 110, klíma 18,1 a fogyasztásunk, 102 km tettünk meg, 104 km/h átlag sebességgel, és megkeressük a teapontot. Megérkeztünk tehát, ez itt az M3-as gelei pihenő, ide van letelepítve a Teának a 180 kW-os töltője, és már vár minket Norbi. Beállok, rácuppantjuk az autót, és egy kicsit kíváncsi vagyok arra, hogy mit terveznek Kelet-Magyarországgal. Hogyan lesz itt elektromos autótöltés? Nem tudtam, hogy showval készülnek a fiúk egyébként. Ez a T-Rex, ez a logója a Teaponnak. Na, szia Norbi! Szia! Kinek az ötlete volt a Dino? Az egyik csapatépítő bulin. Kicsit sokat fogyott a pálinkából, ezt találtátok ki. A Dino Juice. Jó, visszatérve egy kicsit a komolyabb beszélgetés. Először is 180 kW, jól emlékszem? 180 kW-os töltő. Indítsuk már el, hogy mit tud felvenni ebből a Volvito. És közben meséld el nekem, kérlek szépen, hogy miért ide? Azért, mert ez egy autópálya pihenő, nagyon könnyű elérni, és van az autópálya pihenőben egy nagyszerű étterem, és egy egész jó együttműködés sikerült a gelei önkormányzattal kialakítanunk, ezért került ide ez a töltő. Azt tudnotok kell, hogy a Teapont az ilyen magyar srácok által összerakott cég. Tehát a Norbi az egyik tulajdonosa, vagy a tulajdonosa ennek a... Az egyik tulajdonosa. Tehát, hogy amikor arra gondoltok, hogy csak akkor lehet egy vállalkozás sikeres, hogyha mondjuk egy Európai Uniós milliárd eurók állnak mögött a lázs, eljön, hogy aki számlát se tud adni, akkor vagytok ti, akik megcsináltátok ezt saját forrásokból, ugye? Helyett, hány ponton vagytok már jelen? Több mint 120 töltőnk van, szerte az országban mindenhol. Az M3-ason már ez a többedik töltőnk, van például a 60-as fogadónál, hamarosan lesz a 60-as fogadó északi oldalán is töltő, itt Gelejen, itt is van a töltő az autópálya ez mindkét itt, oldalán. Itt Kelet-Magyarország megyünk, itt megyünk Debrecen, Nyíregyháza, ilyen irányba? Igen, ez azért jó ez a hely, mert itt el lehet, tehát ez még az elágazás előtt van, és innen ez, itt tudsz tölteni, még mielőtt elkanyarodnál, Nyíregyháza, Miskolc, vagy akár Debrecen felé, tehát mind a három irányba ez útba esik. És akkor terveztek még Kelet-Magyarországon? Mert ugye az a mondás, én ugye azt veszem le az internet népétől, hogy az elektromos autózás az a Dunáig tart, és Dunától keletre mindenki felejts el. Nem, ez így nem igaz. Ti is debreceniek vagytok, nem? Hajdúszoboszlóiak, nem messze Debrecentől. Az M3-ason már van több töltőnk, van a M4-es mellett is Szolnok előtt, tehát hogyha Debrecenbe akarsz menni a 4-esen, ott is azt is meg tudod tenni, és tudsz tölteni útközben. Mennyibe kerül itt a töltés? 179 forint, de 161, hogyha van bérleted. Aha, oké. Okay. Mindenkinek ajánlom a bérletvásárlást. Az mennyibe kerül? Kap. 30 ezer forinttól már lehet venni bérletet. Ez ilyen éves díj? Ezt egy évig tudod felhasználni, aha, bármelyik töltőnkön. Nézzük meg Volvito, hogy tölti. Volvito most éppen hol van?
most éppen 82-vel tölti, az előbb volt 105 kW is. Szóval akkor azért jön belőle a juice rendesen. És van egy olyan nagyon szimpatikus funkciója az applikációtoknak, ugye erről indítottuk, ezért én most külsős szemlélő vagyok, mintha jönnék ide. Látom, hogy a B van elfoglalva, és azt is látom, hogy a B pozícióban lévő autónak az akkumulátora most éppen 55%-on áll. Tehát tudok tervezni, hogy ó, ez mindjárt valószínűleg be fogja majd fejezni, vagy még nagyon sok van neki hátra, ezért tovább megyek majd. És azt is látod közben, hogy az át viszont el tudod indítani. Tehát attól, hogy a B-n tölt valaki, az át még lehet. Ez megosztja, ugye? És megosztja a teljesítményt akkor. Mi a terv idénre? Hát szeretném. Lenyomjátok az Ionity-t? Nem, az a jövő. Ki lehet mondani? Te nem fogsz ezért beszólni, hogy kimondtuk az egyik konkurenciátokat. Én nem, de hogy a konkurencia beszól érte, azt nem tudom. Én már beszóltam nekik egy korábbi adásban, majd nem tudnak adni számlát, és ez tény. Tehát ez most tök mindegy, hogy te vagy a te a pontos srác, nem tudnak számlát adni. Ti tudtok számlát adni? Mi tudunk számlát adni. Na hát, nem mondod, ilyen is van. Szóval, mi a terv az idei évre? Szeretnénk még több ilyen nagyszerű helyszínt, ahol jó megközelítésű, közel az autópályához, és vannak szolgáltatások, mint itt ez az étterem, vagy kávézó. Ez mondjuk jó, az előbb is ittunk egy kávét. Norbi, én nagyon örülök neki, hogy kelet felé is terjeszkedtek, mert azért az elektromos autózás nyilván itt is szépen lassan azért elkezd majd gyökeret ereszteni, és aztán még nagyon sok jó helyszínt kívánok. Tehát köszönöm szépen! Köszönöm én is! Mi pedig hamarosan megindulunk majd vissza, ugye a 110 kilométer per órás táv már megvolt, ugyanezt a távot visszafele 130-ra fogjuk megcsinálni, és megnézzük, hogy Volvito mennyivel fogyaszt többet. Tolunk egy tempomat 130-at, így van, és jól megnullázzuk. Tempomat 130 beállítva, egy órányi autózás. 109 kilométer telt el az előző bejelentkezés óta, és 22 kilowattóra a fogyasztásunk 100 kilométerre vetítve, 123,8 az átlag tempónk, volt egy kis útfelbontásos rész, és most is belassultunk, viszont hogyha a 110-es tempóval vetem össze, akkor ez 4 kilowattórával több 100 kilométerenként, ami százalékos arányra fordítva bizony olyan 20%-os differencia, viszont a 110 km per óra meg a 130 között nincs 20%. Tehát jól látszik, hogy ahogy növekszik a sebesség, úgy egyre lényegesen rosszabbul fogyaszt Volvito, végig nyilván klímával jöttünk, és hát igyekeztünk itt az M3-ason a domborzati viszonyokat megtartani, ez talán ebbe az irányba egyébként lejt is. De ebben nem vagyok biztos. Egy szó mint 100, látjátok, 20 km per órával nagyobb tempó, az több mint 20%-kal több fogyasztást jelent. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai videót, ha tetszett, tudjátok, szokásos feliratkozni, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, Threads, így mondják, azt hiszem. És köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok, aloha!